Sziasztok, ez itt a MyFanatic, és folytatjuk a kis kalandozásainkat a tekit világában, ahol is ugye az a célunk, hogy eljussunk az űrbe. Itt van velem kutya. Hey. És ott fejeztük be, hogy ugye a második Quarit Kázmér futtatja. És kap áramot, mert látom, hogy nem innen kapja az áramot. Látod, ide még nem jutott el a széntetot, hanem... De ebből miért tűnik el állandóan a szén, amikor fúra megy? De be van töltve, amikor kitölt a szerver, a dinamókba eltűnik a cucc. Nagyon úgy néz ki. Hát tiszta idióta. Na jó, mindegy. Szóval lényeg a lényeg, hogy Kázmér dolgozik, mert viszont a kakiból meg kap áramot. Igen. Tehát a másik energiarendszerünk jobb, mint ez a szén alapú ebből a szempontból. Az nem kaki, az moslék. Moslék? Hát jó. Jó, itt is vannak gondok egyébként még a cukor témával, de azt megoldja, hogy elnézem a rendszert, tehát úgy azon dolgozik, és azért folyamatosan van annyi cukornát, hogy valamit mindig daráljon, úgyhogy jut végül is mindenhova minden. Jó, mindegy, a cukor alapú cucc az egyelőre stabilabbnak bizonyul, vagy legalábbis lehet, hogy inkább az van egyébként, hogy inkább elvezetni kell az áramot, és nem pedig a szenet kell elvezetni, nem? Jaj-e. De jó, most sötétedik is, jól látom. Sötét van és esik az eső. De azt nézem, hogy lement a nap, vagy följön a nap? Azt nem tudom. Mert... Ha lemegy a nap, akkor feküdjünk le aludni. Jaj. Aha. Mert ez így nagyon rossz, hogy esik az eső, meg... Meg sötét van. Nem túl barátságos. Jó, és mit tesztelgettél te közben itt, amiközben így nem játszottunk? Atomerőművet, Big Reaktor. De én Big most Reaktor? Itt bemagoltam. Jó, és sikerült kijönni. Igen, Big Reaktor is. Nem túl nagy az anyag költsége, hál' Istennek. Nem túl nagy. Hát csak a vas kell hozzá sok, de az, ahogy néztem, van bőven. Jó, hát az én egyéni javaslatom, hogy akkor azt találjuk ki, hogy hova rakjuk a Big Reaktort, és hol fog a következő kvarri lefutni, hogy azért viszonylag könnyen tudjunk neki áramot is adni. Hát igen. Mert azért valami ilyesmiben lenne érdemes gondolkodni, véleményem szerint. Igen. Hát szerintem Quarival menjünk csak simán tovább, nem? Az ugye a legegyszerűbb. Nekem jó, csak azért mondom, hogy akkor a Big Reaktort, azt lehet, hogy itt a mi ez, cukornát farmon túlra kéne rakni, nem? Ja, valahova oda. Ahol ennek a Quarinak a széle. Jó messze van. Mert akkor itt azért kell egy kis faírtást csinálni megint. Igen, nem keveset. Jó, akkor nagy faírtást kell csinálni, de tehát azért mondom, hogy... Aha, itt a Quarinak. Növelni kell a területünket is. A Quarinak a széle? Ja, azért már jó messze van. Az már nem közel? Hát az már nem közel. Hát ugye 60... Két blokkra van ugye alapba. Itt egy jó nagy vizet be kell majd tömni. Uha. Problémás? Hát lesz velem eló bőven. Hát nem egy mély ugye, kapásból. Őha. Hanem mert ez de nem mit, jó. Mit kell betömni? Hát itt nem van értem. Egy víz, tócsa, kis tavacska. Ez inkább már mint tócsa. Mekkora helyet igényel az a Big Reaktor? 5x5x5. Hát jó, akkor azért olyan nagyon nagy helyet most nem kell neki csinálni. Hát magának neki nem. Csak hogyha elhozzuk a kvarit, akkor ezt a tavat, ezt be kell tömni. Amit szerintem majd, ha megcsinálunk... De miért kell betömni a kvarit? Mert össze-vissza fog folyni a víz, és az lagoltat szerintem. Igen. Hát, ja. Jó, hát arra majd kitalálunk valami filleres megoldást, nem? Vagy azt, vagy... Vagy felvételen kívül megcsináljuk, mert gondolom ezt a kudalmas, hogy mi itt töltjük a földet. És a tavat. Jó. De hát most egyelőre szerintem elég a Big Reaktorral foglalkozni, meg a faírtás hadművelettel. Én például csinálok egy szép izét. Bokker. Állandóan tele van az inventorim valamivel.
Na most még az a kérdés is fölmerül, ugye lesz az eme cucc, ugye? Most Igen. az hova akarjuk? Az A eme. Big Reaktor mellé. Az eme rendszer. Aha. A Big Reaktor mellett, de felszínit akarok csinálni, nem akarom én azt eldugni. Jó, tehát akkor nem ott lesz abban a házban, ami Nem, van. semmiképpen nem. Aha. Hát akkor építsünk egy ilyen, mit tudom, akármit. Ipari terület. Ilyen ipari területet. Az jó hangzik, azt szeretem. Tudom. De mivel jól is áll neked, ezért én azt mondom, hogy szerintem most csináljuk úgy, hogy én is jobban szeretem, ha nem kell állandóan mindent szépre elfedni. Aztán majd utána utólag lehet persze csicsázni. Jaj. Na, akkor én megyek itt, ezért egy ilyen báltátot megfogok, aztán ott elkezdek itt a farm után írtani, hogy tudjál Big Reaktort építeni helyileg. Jó, én meg belakok egy kis szelet sütni. Szenet sütni. Igen, mert grafit. Kell Ja, a... hogy a szenet megsütöd még egyszer. Oké. Igen, és hála jó Istennek. Ja, azt hittem, hogy szenet csinálsz, mert mondom. Nem. És hála jó Istennek, ahogy néztem a receptekbe, a fejlesztő úgy csinálta meg, hogy faszénből is lehet. Jó. Hát nem kell hozzá sima szén, nem, mint hogyha nem lenne belőle. Igen, de ha lehet, akkor a faszenet használjuk ilyenkor. Igen, ugye sokkal. Oh, már égeti is. Oh, ja, hogy kirakja a ládám. Oh, ott is van a grafit, jó, kire. Na, de viszont azt néztem, hogy ugye Hogy? a redstone, folyékony redstone-t azt a magma crucible csinálja. Magma Crucible csinál, igen. Igen, és ott De hát az nem probléma. ott bukik meg a dolog eddig, hogy redstone energiacella kell hozzá. Na, várjál, mindjárt megnézem azt a Magma Crucible-t. Azt mondja, hogy... Amihez mégse bukik meg, mert nem kell hozzá hardened glass, ahogy nézem. A Magma Crucible az alapcucc. Nem, hát ahol normál üveg, lead, meg ezért Igen. blokk. Hello. Tehát azért Jó mondom, van. hogy nem Nether brick. kéne. Viszont Nether brick az kell. De hát van Se. izénk, és ezt csak ki kell égetni, nem? Igen, az se egy gyilkos feladat. Jó van. Azért mondom, hogy a Magma Crucible az viszonylag alapgépnek minősül eddigi tudomásom szerint. Igen, csak hirtelen megijedtem ettől a redstone Igen. frame. Tudj, igen, mert hogy más modokban ezek már ilyen nagyjából félúton vagyunk a tesseraktok felé Igen. gépek. Most nem tudom, De hogy így van. azért nem mindenhol szivatnak meg teljesen. Még most a szén az ég. Csinálok is egy olyan izét, resztol akármit. Figyelj, legközelebb, hogyha ez bármilyen ilyen modpakba kitaláljuk, hogy mondjuk így egy őserdőbe akarunk mi ilyen technikai modpakkosat játszani, szóljál már rám, hogy te idióta, nem áll. Jó. Mert ez tiszta szívás. Komolyan. Állandó faírtás Hát, játék. ja. De tényleg állandó, tehát nem arról van szó, hogy néha kell, hanem odébb akarunk menni 5 méterrel, és akkor egy fél erdőt így ki kell írtani. Igen. És imádok erdőt írtani, bizonyos limitált időtartamig. Aztán utána annyira nem imádom. Utána már szívás szerintem. Hát jó. Na. Elvileg azért a Big Reaktorod már el fog férni itt. Úgyhogy itt lassan elkészülhetsz, vagy jöhetsz föld munkázni. Jó, hát még ott tartok, hogy égetem a szenet, ugye újra. Jó, Megint. persze, hát. És utána úgyis majd, amikor a Big Reaktort csinálod, akkor meg jövök hozzád, mert én nem ismerem azt a modot. Csak annyit tudok róla, amennyit itt felvételen kívül elmeséltél róla. Á, Istenek, nem túl bonyolult.
Jó, hát igazából most azt kell mondjam, hogy elsőre az emerendszer is nagyon bonyinak tűnt, aztán tulajdonképpen szerintem meg lehet tanulni. Ja, mondjuk én most nem tudnék összerakni egyet, csak kb. Egy óra alatt, mert én már elfelejtettem mindent, hogy... Ja, hát nálam ugye ez elég rutinszerűen megy. Tehát nálam általában az szokott lenni a probléma, hogy frissítjük a modpack verzióját, és akkor valami recept megváltozik, amit már megtanítottam. És akkor ott az ember rendszerbe bebugolnak ezek a receptek, és akkor fejtsd meg, hogy ki és hol és mi. Igen. Meg hát ugye nem tudjuk, hogy melyik mód most mennyire bugos, vagy lagoltak, meg ilyenek. Most éppen nem vasbaltával csinálom az írtást, és ezzel, mintha gyorsabb is lenne, meg kevésbé kopna gyorsan. Ja, ízét használsz azt a... Hát valami kék fej. Hát most már így azért, tudod, ezzel rutinosan megyek, nagyobb fák, aljnövényzet, Igen. szevasz, tavasz. Amennyi faírtást én itt már végigcsináltam az elmúlt játékainkban mostanában. Jó, hát egy big reaktor az most ilyen még talán egy kisebb épülettel is kényelmesen elfér. Annyi fát kiirtottam ott neked. Király. Te meg itt sütsz ezek szerint. Sütögetek, meg pakolászok, meg nem tudom. Ecsém. Igen. Nem figyeltél oda, hogy a sütéshez kell, hogy legyen, hogy az alsó három sorban ott helye. Ja, és nem volt. Nem, de most már van. Hova raktam a grafitot, ott hagytam, vagy mi? Itt van a sütőbe. Grafit bár. Azaz. Azaz. Mi van veled? Tiszta személ is lettél Na, mostanában. öregszem. Na és mi ott craftolsz most? Mit kell ez a Big Reaktorhoz egyébként? Hát ez a grafit bár, akkor ez a jellurium, ingot, vas. Hát most ilyen alapot építünk, tehát összesen egy darab gyémánt. Igen. Hát nem egy nagy izé. Miből van a keret? Hát a keret, ugye a reaktor casing, az vas, ez a grafit, meg jellurium ingot, és Aha, azokat kell látom. utána tovább nyomogatnia. Tehát kell hozzá egy De reaktor. látom, uránium is lehet. Ja, de ez a jellurium, dúsított. ez egy egyszerűbb. Jó, hát csak azt mondom, hogy ez a dúsított urániumhoz, mondjuk ez valami piroteum dust kell, amihez redstone, szén, szulfur, meg blaze powder, örömetjen. Tényleg egyszerű. Igen, az a jellurium egyszerűbb egy kicsit. És ebből is van annyi, mint a... Szemét. Igen. De az jó, az kell is, mert azt használja majd a fűtőanyagnak a... Ó, De de jó, van itt csak azt bőven. mondom, hogy ez a jellurium, ez úgy jön. Igen, van bőven. Nem érzem azt, hogy keves lenne. Igen. Majd ki kell pakolni a kvarri dobozát. Mert problémás lesz. Elik. Nem kicsit. Hát ugye ez kap rendesen energiát, a kvarri. Hát igen, most kap. Kell csinálnom még dobozt, mert nem tudom kipakolni az inventorimat, mert még a dobozok is megteltek. De mert mindenképpen kell egy emelt tároló, mert ez így nem állapot. Igen. Hogy mondtad? Dob, igen. Ja, éppen elcsuklott a Igen. hangod. Mutálok. És csuklás fele. Ja, mutálsz, tényleg. Elfelejtettem, hogy ez 10 éves.
tűnik mutának. Jaj, jó. Ez egy X-meneset játszó hang van. Ja, hát idén töltöm a 18-at, éppen mutálom. De meg kell mondjam, hogy ez a Redstone Furnace, ez nagyon lassú. És ebből nem tudok gyorsabban. Igen, sajnos. Tehát itt egyébként felvételen kívül pakolásszuk ezeket az érceket, ha tehetjük. Meg ha eszünkbe jut, meg ha nem felejtjük el. Mert hogy egyszerűen olyan lassú a feldolgozása az anyagoknak, amilyen pocsék egyébként a ládarendszer az emberhez visszanyitva. Hát igen, lehetne így fejleszteni a ládákat, de csak értelme gondolom. Nem igazán. Mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Hát mondjuk vas. Csak vas kell hozzá, ugye, és akkor meg tudjuk duplázni a láda kapacitást, de azt ugyanúgy hurcolászni kell, úgyhogy kb. Tök mindegy. Igen, nem érdemes. Hosszú távon mindenképpen kell az az eme. Megint beraktam itt a nagy dobozba, feldolgozósba egy izét. A kupac, arra ügyeljél oda, hogy azért tudod, itt van egy ilyen hopper, hogy néha kell oda rakni a hopperbe szenet. Aha. Mert ugye szén alapú, most rakok bele, csak azért szóltam, hogy ne felejtsd el néha te se. Hogy karkolt majd, most az a baj, hogy ugye te most itt sütsz. Jaj. És egy ilyet használ, hát ez az egy sütő, ez kevés lesz hosszú távon. De mindenképpen az automata feldolgozáshoz szükségünk lesz majd nagyobb mennyiségű pulverizerre, nagyobb mennyiségű redstone furnace-re, és akkor itt egy kicsit jobbak lesznek a dolgok. Hát jó, ezért hiányzik az IC, sajnos. Jó, hoztunk a múltkor viszont pokolból kvarcot, ugye? Hoztunk valami 40 vagy 50 vagy... Hát jó, ha megtalálom, hogy hova raktuk, mert van azért baj itt kaotika meg ilyenek, akkor én elkezdem az emberrendszerre alkotó elemeit, megvan. Király. Jó? Mert ahhoz is minimális cucc kell, viszont akkor az ember crafting... M-controller. Ha jól emlékszem, egyébként egy imánta kell, akkor... Nem, jó van, oké. Igen, szilikon, arra emlékszem, hogy az a certus kvarc égetve. De sok mindent kell égetned? Már nem. Az remélem, hogy ez most elég lesz, amit most kiégetek szenet. Újra égetem, és akkor többet nem kell égessek már. Ha jól emlékszem. Változtak az ME crafting receptek. Nincsen quartz cutting knife fölöslegesen belerakva. Ó, az jó. Úgyhogy tényleg összerakom a kis szilikon, gyémánt, redstone-t, és megkapom a kiégetendő procit. Szóval azért kérdezem, hogy sok mindent kell leégetned, mert nekem ilyen mindenféle sokfajtát, és akkor lehet, hogy először csinálok egy ilyen redstone furnace pluszba. Mindjárt mondom neked, hogy égetek-e valamit. Nem égetek. Nem. 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 Üvegünk az van rendesen, ugye? Van, de aki... Ó, az van, jó. De. Én használni fogom rendesen. Azt nézem, hogy arany, üveg, vas, ami nálam kell, hogy legyen, tehát ezekből veszek magamhoz. Vas, egy pillanat, üveg. Ha névítok, mert valaki csöngetett. Aranyból van, jó. Aranyból is van, arany, üveg, vas. Redstone furnace, igen, kell hozzá brick, copper. Jó. Nem az. Copper. Meg brick. És akkor lesz egy ilyen feldolgozó rendszeren kívüli kis sütőnk, amivel lehet így mókolni, mert
Ahogy én nézem. Szükség lesz rá. Hogy legyen egy ilyen munka sütőnk. Jó. Így van, ez semmire ne kössön rá, ez nekünk egy sütő. Oké. Okay. Aztán, most jött akkor az M Controller Project. Controller. Ugye az M rendszer az egy ilyen anyagtároló, szállító és menedzselő rendszer, amihez mindenképpen egy darab vezérlő fog kell lenni. Kell hozzá ugye vasat csinálni, kell egy processzort csinálni, kell hozzá ilyen Fluix kristályt csinálni, úgyhogy még a certus kvarcokat kell begyűjtenem, meg a porokat hozzá. Úgyhogy mindent, ami itt most a házban található, certus kvarc és bor, azt így jól magamhoz begyűjtöm. Több most nem kell ennél feltétlenül, de ennyi kell. Gondolom én, hogy sokatok csinált már egyébként ilyen MR rendszert. Négy processzorra le fogunk lenni mostanában, mert elvileg négy, aztán persze max még sütünk, viszonylag gyorsan meg lesz. És így az anyagfeldolgozásra borítjuk meg, meg azért lesz cuccunk is, jó. Oké, okay, tehát Fluix Dust. Hello. Ez lassan leég a szén. Jó lassan. Ez itt emberre visszajövök, már kész. Csináltam egy plusz sütőt, az ilyen kell három darabot sütni valamiből a projekteknek. Itt van pluszba, semmire nem köt, jó? Oké. Okay. Csak hogy te is tudjál róla, hogy van. Oké, okay, amikor látom, hogy itt van, jó van, oké. Okay. Ez mi? Energetic Infuser. Ja, jobba töltöd a izét. Shapeless Crafting... Assembly Table-be tudom összerakni? Vagy kell a Quartz Cutting Knife? Hát akkor megcsinálom a Quartz Cutting Knife-ot, mert az... Szerintem még mindig olcsóbb. Mint egy asszemlőtébe. Igen. Na süssed már. Süssed már? Na lassú. Kész. Ja. Szabad a sütő. Nem fogom megúszni a kvarc. Benne van az is, de megpróbáltam megúszni. Szabad a sütő. Jó, hát azért mondom, hogy én nekem ilyenek vannak, hogy egy processzor, egy ez egy, azt tudod, és ebből viszonylag sok, úgyhogy én gondoltam, hogy ne az automata feldolgozó rendszerünket terheljük be ilyennel. Lehet, hogy mirci-morci leszek. Igen. Tehát ez így nagyjából akkor az eme kontrollerünk az megvan. Eme... Drive. Nem foglalkozunk ilyen eme chestekkel, ugye? Nem tudom, hogy az nagyjából mire jó, de ja. Az eme chest? Hát a, tudod, abba egy darab vinyót lehet belerakni. Mm. Az eme chestbe. Á, megcsinálom mind a három arany processzort, abból úgyis annyi kell, mint ide nyéklátháza. Az nagyon... Abból nem tudok eleget gyártani, amúgy se. Csak akkor nem állítom meg az automata feldolgozó rendszert, és addig is süti a cuccot nekünk. Jaj. Ami ugye jó. Kell még egy jó. Kis aranyunk, az merre van? Egy darab kell. Van, bőven. Jól látom. Hoppá. Jaj. Jó, megvan az eme drive is, az eme controller mellé. És akkor csinálok... 1K
Vagy 4K. Minimum 4K, ugye? Hát, ja. Na. Ipari mennyiségű, ezért kell sütnöm processzort hozzá. Már a 4K-hoz is ipari mennyiségű proci kell. Mármint, tehát sokkal több, mint amennyire én úgy egészségesen szeretek kézileg áldozni feladatokat. Ezzel a Redstone Furnace-szel az lesz a legnagyobb bajunk, kutya egyébként, hogy mivel lassú, ezért nagyon lassú lesz az ME autocraftingunk is. Hát... ez van. Nem fogunk tudni mit kezdeni vele, ez ilyen lesz. Jó. Ape. Volt egy lájtos lag. Lagfesztivál? Lagaranka, jaje. Mindegy, hát most csinálok ezért processzorokat, és akkor megpróbálok legalább kettő vinyót belerakni most a drive-ba kezdésnek, az úgy jó, nem? Az úgy király. Úgyhogy mindjárt kisülnek itt a procik. Jó, és akkor a 4K-hoz... Jó, hát tulajdonképpen ide kell állnom, és csak végig kell nyomogatnom a... Opa. Mennyi kell egy ilyen 4K-shoz? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aztán... kell egy ilyen. Mi fogyott el a redstone? Megvan a magma cucc. Vagy a, mi ez? Igen. A magma crucible. Az jó. Te és a folyékony cuccot, amit van, azt rá kell vödörrel öntened? Aha. Mert akkor kell egy fluid transzpózer is. Igen. Mert hogy a vödörbe azzal tudod berakni. A magma crucible az nem nyomja ki magából? Nem. Nem tudja kinyomni? Hát kinyomja a csőbe. Hát és tartályba, tudod, az a buildcraftos tartály, amiből ki tudod venni vödörrel. Van benne buildcraftos tartály? A játékba? Ezt nem tudom, szerintem van. Azért én csekkolnám a helyet. Van benne tank, igen. Jó, akkor nem szóltam, akkor meg tudod oldani. Na, kő nekem energia. Aha, jó, mindegy, most akkor valam foglalkozok először is. Akkor nézzük a reaktor alkotó részeket. Kell nekem először is 3 darab ilyen. Jó. Megvan a 2 darab 4K storage-unk. Na, kell égesek szelet. És akkor fog kelleni. Drive izé, kell access terminál. Access terminál. Ugye? Ahhoz meg már ilyen eme kábel kell. Jaj, de jó, ahhoz meg fluixász. Kell porított nether quartz, certus quartz. Jó, certus quartzokat, meg ezéket. Nether quartzból, igen, a nether quartz az problémás lesz, mert a kábelhez nether quartz kell, és abból lesz a kevés. Tehát... gyémánt az, azt ott hagy. Jön, amit van gyémánt. Hát ott van 3, hát, kell még? Egy kell. Én is egyet használtam ML kontrollerbe, egy darab gyémi kell.
Na most megnézem az Access Terminát, hogy egy Fluix Dust, nem két Fluix Dust lesz egy Nether Quartzból. Igen. Tehát két Nether, három Nether Quartzból lesz 6 Fluix Dust, amiből 6 kábel lesz. Tehát kétszer annyi kábel lesz, mint a hány Nether Quartzot borítok. Oké. Kezdésnek akkor a 24 nekem elégségesnek tűnik. Jó, igen. Most ezt így egy kicsit átrendezjük. Akkor mindjárt lesz egy kis Fluixdustunk. Jó, oké. Kábel, Fluixdust, igen, mindet megcsináljuk. Kábelből így megvan az eme kábel is. Processzorunk elfogyott. Jó, és mennyi kell? Egy darab, ha jól látom. Ó, de még kell Fluix, de ez bakker. Nem olyan egyszerű eljutni odáig, hogy minden meglegyen. Hát mert hogy utoljára ugye ezt én ezével csináltam, már eme rendszerrel csináltam az eme craftingot. Mi nincs? Quartz van, ezé van. De hülye vagy öcsém. Nem ez kell. Nether Quartz. Fluix. Ezért. Ja, processzor nincs nálam. Zseni vagy pala. No problem, csinálunk processzorokat még. Ami úgy néz ki, hogy mit kell nekem kisütnem? Port. Certus port. Ez tök jó, megint állunk és craftolunk, ezt már szeressük. Igen, ahogy az kell. Na jó, de hát így lesz nekünk majd ilyen közös erővel, ezenk erőművünk, meg emberrendszerünk. Jaj. Ó, este van, az nem jó. Tudunk aludni egyet? Mindjárt jövök. Jövök. Király. Jó. Nagyon jó. És egy darab access terminált is sikerült összehoznom. Na király. Úgyhogy tulajdonképpen, ha kapunk energiát, akkor én oda tudom rakni az ember rendszert, ahol
te adod neki az energit. Hát hova rakjuk valahova ide? Hát itt simítsuk le a terepet valamelyest azért. Most, hogy ütjük, vagy töltjük, ahogy jól esik. Nálam nincs is lapát, ha jól látom. Igen, mert itt van nálam a tiéd. Ja. Most te adtad. Előferdülhet. Nem sajnálom tőled a lapátot, ha te dolgozol vele. De van itt egy csomó kőlapát, úgyhogy jövök lapátolni. Ameddig egy kőlapát így... Kitart. Mert azt mondtad, hogy itt egy viszonylag nem hatalmas terület kell neked. Hát 5x5-ös kell ugye a izének, magának a reaktornak. De valahogy úgy kéne megoldani, hogy ugye most ugye ne építsük most körben, azzal foglalkozzunk. Vagy úgy kell megoldani, hogy majd körbe lehessen építeni. De mivel akarod valahogy kéne... Hát hogy legyen neki valami kis háza most. Ja jó, de hát itt lesz mellette egy eme rendszer is, azt tudod? Hát az mondom, itt lesz az eme autocraftinggal mindennel majd hosszú távon akkor, mert hát ugye az energia mellé rakom az emet. Jaj. Szólj, ha elkezded építeni, mert akkor megállok. Jó, még csak a alapját építeni. 1, 2, 3, 4. De azért mondom, hogy építed, mert akkor, nem, akkor megáll... Nem, még nem őt építem. Ha nem? Ugye, hát még csak egy alapot ide leteszek, hogy... De a földet hegyem, meg mindegy, szólj, érted. És akkor vagy ezt így körbe lehet építeni. Na most kezdem el építeni. Várj akkor egy pillanatot. Akkor ennyi lett volna a mai részünk, és akkor a következő részekben folytatjuk a kis reaktor és eme rendszer építését. Addig is sziasztok! Hello!